8 évvel tovább élhetnek az emberek Japánban, mint Magyarországon. Ennyivel több ugyanis a várható élettartam az ázsiai országban, derült ki az OECD pénteken publikált kutatásából. Szemléltetésképpen mögöttünk olyan országok maradtak, mint Brazília, Indonézia vagy éppen India. A jelentés vizsgálta még az egyfőre jutó egészségügyi kiadásokat és a vezető halálokokat is. Az előbbi dollárban mérték a 2016-os évet alapul véve. Noha az Egyesült Államok magasan vezeti a listát, majd 10 000 dollárra egyfőre levetítve, Magyarország ettől messze elmarad. Nálunk átlagosan 2100 dollárt költenek fejenként az állampolgárokra. Hazánkban a keringési rendszerrel összefüggő halálesetek a leggyakoribbak. Második helyen a daganatos megbetegedések állnak, majd ezt követik a légzőrendszerrel összefüggő tragédiák. A DK egészségügyi kabinet vezetője László Imre a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó köszönöm reggelt szépen, kívánok. Hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszöntöm a tévénézőit is. Beszélj most azért így az összeállítás apropóján arról tényleg, hogy a hazai egészségügyet leginkább mi sújtja. Tényleg rendbehozható lenne minden csak pénzzel, ön szerint? Hát természetesen nem csak pénzzel, és hogy válaszoljak egyébként az elsőként föltett kérdésére, igen, rendbehozhatók lenne. Nem olyan túl régen, amikor azt hiszem, egy kínai delegáció járt Magyarországon, akkor a országgyűlés elnöke ugye beszédébe elmondta, hogy a magyar egészségügy világszínvonalú. Hát sajnálatos módon az adatok nem ezt bizonyítják, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ha a feltételek, és ugye erre is rákérdezett, ha a feltételek biztosítva lennének a normális működéshez, eszközben és egyéb feltételben, akkor valóban a világ élvonalába tartozhatnak. Valószínűleg ezért ilyenkor a legtöbb szakember arra gondol, vagy mondjuk a politikusok is, hogy a magyar orvosok fejében lévő tudás, a tapasztalás az tényleg fantasztikus. Hát ön is tudja velem együtt, azért nagyon hány olyan hazai orvos van, akinek a saját műtéti eljárását a világon mindenhol lekopírozzák, és a mai napig tulajdonképpen használják. Ha pénz lenne szükséges a hazai egészségügyben, és most csak ebből az egy területből indulunk ki, akkor a DK elképzelése szerint mekkora pénzt kellene pumpálni az ágazatba? Nézd, hát minden körülmények között ugye nagyon sokat emlegetik azt, hogy mintegy 2%-kal vagyunk GDP tekintetében elmaradva a visegrádi négyektől, nem a nyugati országoktól. A 2% a betegek az egészségügyben dolgozók számára semmit nem mond. Mondjon egy összeget. Igen, természetesen folytatom tovább, tehát lefordítom. Ez mintegy 6-700 milliárd forintot jelent, ami lehetővé tenni egy sor dolognak a rendbetételét. Rendbetétel szempontjából fontos az eszköz, amivel dolgozok, hogyha azt nézzük meg például, hogy a diagnózis szempontjából alapvetően fontosságú képalkotó diagnosztikai eszközök, CT-re és MR-re gondolok, ezeknek a száma mennyi ma Magyarországon, akkor látjuk, hogy megint a visegrádi négyeknél hát lényegesen kevesebb, ennek megfelelően hozzáférés lehetősége is rosszabb. A másik természetesen a bérkérdés, ami folyamatosan napi renden van, és ami a, hogy rögtön hozzátegyem, a nettó népgazdasági átlagbérhez viszonyítottan bőven 100% alatt van. Tehát nem lehet azt mondani egyébként, hogy egy kiemelt terület lenne, sőt, ugye mivel átlagról beszélek, még azt sem lehet mondani, hogy az átlagot eléri. Így ennek megfelelően ez egy nagyon komoly gondot, és az elvándorlás szempontjából egy hát fontos szempontot is jelent. Próbáljunk realisták lenni, vagy próbáljon reális lenni így a kérdés van. Megválaszolásánál. A külföldre elment magyar orvosok hány forintos nettó fizetésért lennének képesek ön szerint hazajönni? Ugye elmondták azt, mintegy 4-500 000 forintos nettó fizetésért. Tehát ennyit kellene adni. Ugye 4-500 000 forintos nettó fizetés, az tulajdonképpen, hogyha bruttósítjuk, akkor egy munkaadónak körülbelül 1 millió forintjába kerül. Hát, körülbelül igen. Mondjuk úgy akkor, hogy egy 800 000 forint környéki bruttó bér, az már nagyon komoly számvetési alap lenne a visszajövetel. Honnan tudna ekkora fedezettel előállni bárki, bármelyik kormány? Egyik pillanatról a másikra természetesen nem lehet ígérni, csak úgy lehet korrekten, és ezt tetszük mi is a programunkba, hogy a népgazdaság teherbíró képességéhez kell igazítani, olyan ígéretet tenni, ami beválthatatlan vagy súlyos következményekkel jár, és rögtön hadd utaljak Megyesi Péternek a 2003-as 50%-os emelésére, amit nem mondom azt, hogy még ma is nyögjük, de hát
Ezt a gazdaság nagyon komolyan megérezte. Ugye azt ön is látja velünk együtt, hogy a kormány oldalról ugye azt halljuk, azokat a számokat látjuk, hogy a magyar gazdaság nem csak hogy jól, hanem egyre jobban teljesít. Ez egy olyan tendencia, olyan folyamat, amivel ez is megléphető, tehát hogy az egészségügybe egyre több pénzt lehetne belepumpálni, egyre több fizetést lehetne adni majd az orvosoknak, fel lehetne állítani hasonlóan, mondjuk, mint a pedagógusoknál megtörtént, egy életpályamodellt? Nem csak föl kellene állítani, hanem egyszerűen határozottan ki kell jelenteni, hogy meg kell tenni. Egyébként az a helyzet, hogy az állam részéről a hozzájárulás az egészségügyi ellátáshoz az évek során folyamatosan csökkent. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 7,6%-ról 7,1%-ra jött össze, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ez három forrást jelent. Mert nem csak az államat, hanem ön is ad, hiszen ha bemegy a gyógyszertárba, persze, akkor nem hiszem, hogy ingyen megkapja a gyógyszereket. Benne van ennek a hálapénz dolga, benne van a gyógyszergyártók, forgalmazókra kivetett adók, benne van a chips adó, tehát azért ez a három alapvető forrása, amit én azt mondom most, hogy 7,1% GDP szempontjából. Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, de a felvezetésben említettem azt azért adásunk ellen nézőinknek, hogy ön tudja azért a Hospice alapítványnak nyújtott kormányzati gyors támogatásról is kérdezni fogom, és hogyha jól olvastam a sajtóban, akkor mintha a DK-t felháborította volna az egészségügyi államtitkárunknak az önök megfogalmazása szerint tett nyegle és cinikus kijelentése. Ez mit jelent? Nagyon enyhén fogalmazott, orvos olyan emberekkel kapcsolatban, akik életik utolsó óráit és perceit élik, nem nyilatkozhat. Mire kormány, gondol? Mitől volt ez nyegle és cinikus? Ez a kormány adott 50 millió forintot most bocsánat, gyorsan. Ez a kormány adott 5 millió forintot egy évre ennek az alapítványnak. Most pótólagosan adott nekik. Tehát gyakorlatilag ők a működésüknek a meghatározó összegét különböző forrásokból szedték össze a szó legszorosabb értelmében. És azt mondani egy ilyen intézményre, ami 160-170 millió forintos éves költségvetéssel dolgozik, és azt mondani, hogy a 600 ágy, ami Magyarországon van, ami egyébként nincsen, csak mindösszesen 220-300 ágy, ami hospice, hogy rosszul gazdálkodnak, mint a kórházak, az azért nagyon rossz. Tudnélik, hogyha én megkérdezem öntől, de nem teszem meg, mert nem lenne korrekt, hogy ráfordítás, felmérés mikor történt a kormány részéről, hogy bizonyos beavatkozások ténylegesen mennyibe kerülnek. Ezt ők sem tudnák megmondani, mert 2010 óta nem volt. Is, hogy mikor történt ilyen. És nézze, az nagyon-nagyon régen, és ennek megfelelően tekintette rá, hogy az ellátásnál, amikor én fizetek, mint állam, akkor az olyan, mint a receptkönyv, hogy tételesen föl van sorolva, hogy egy beavatkozásnak bekerülési költsége a munkabértől, a rezsitől, mindentől. Infláció van. Ugye ezt valamennyien tudjuk, érezzük. Nincs átvezetve ezen a rendszeren, és ennek a reál értéke, a vásárló ereje folyamatosan csökken. Az azért mégiscsak fontos. Sosem tudhatjuk, hogy mit hoz számunkra ugye a jövő. Amit a Hospice alapítvány végez Magyarországon, én azt gondolom, hogy az ember feletti teljesítmény. Pontosan egyetértek. Akkor, amikor nekik elfogy a pénzük, vagy úgy látják, hogy elfogy a pénzük, és ezt megkapják a megfelelő támogatást, vagy nevezzük ezt, nem tudom én, gyorsegélynek, az örvendetes dolog, tehát annak azért lehet örülni. Ezek szerint a DK-nak alapvetően egy kommunikációval volt problémája, egy kijelentéssel, ugye? Nézze, nem. Nem. Szerkesztő úr, azért maradjunk a realitás talaján. Ez az alapítvány két esetben fordult levélbe nyártól kezdődően az egészségügyi államtitkárhoz, jelezve azt, hogy finanszírozási problémáik vannak. Még csak választ sem kaptak. Én nem gondolom egyébként, hogy ez a dolgok korrekt elintézéséhez tartozik, hanem nem is a miniszter, ugye Balogh miniszter utasította most az egészségügyi államtitkárt egy bizonyos támogatás kifizetésére. Igen, de általában a protokoll ez szokott lenni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. A szerkesztőink szerintem dolgoznak már azon, hogy az EMMI részéről és a Hospice alapítvány részéről valakit megszólaltassunk itt a reggeli startban. Önnek köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.